Köszöntöm a nézőket, önök a Suhany Velem magazin következő epizódját látják. Ma rendhagyó módon nem egy autót fogunk tesztelni, hanem egy népszerű autós szolgáltatást ismerhetnek meg velem. Hogy mi is ez a szolgáltatás, azt hamarosan megtudhatják. Már említettem, hogy egy szolgáltatást fogunk, egy autószolgáltatást bemutatni önöknek. Nem is akármit, ami manapság egyre inkább népszerűbb az autóbérlés, tartósbérlést. És itt vagyunk Miskolc egyik legnagyobb cégénél, és itt áll mellettem ennek a cégnek a vezetője, Sós Tibor. Üdvözöllek, Tibi! Üdvözöllek, Péter! Köszönöm, hogy eljöttetek! Mi is köszönjük szépen! Légy szíves, a több éves tapasztalatotoknak köszönhetően beszélj nekünk arról, hogy hol tart ma az autóbérlés világa. 25 éve csinálom már ezt, úgyhogy van egy kis rálátásom, hogy a gépjárművek az elmúlt időszakban mennyit változtak, illetve mennyire változtak a szolgáltatási csomagok. Már az elejétől fogva személygépkocsikkal és teherautó bérbeadásával foglalkoztunk, a flotta kezelés után érkezett be a céghez, majd utána pedig azt láttuk, hogy az ügyfeleink egyre inkább próbálnak egy komplex csomagot kapni tőlünk, mert ezzel tudják lerövidíteni azt az időt, amit az autóval fenntartásával el kell tölteniük. És talán ez a legfontosabb, hogy ez egy olyan szolgáltatás, ez egy olyan háttér, amit mi tudunk biztosítani az ügyfeleknek azért, hogy az autózás az gondtalan legyen. Az autó egy termelőeszköz, az autónak mindig dolgoznia kell egy vállalkozáson belül, és a kiesése az óriási veszteségeket okoz egy cégnek. Mi azért vagyunk, hogy ezt az időt leminimalizáljuk, és ezért dolgozunk 25 éve már. 25 éve dolgoztok, mint említetted. Mi a tapasztalatod? A 25 év alatt mennyit fejlődött az, hogy az emberek sokkal inkább választják ezt a szolgáltatást, ezt a csomagot, amit te is említettél, mint hogy autót vásároljanak? Már nem akarnak pénzt tartani az autóba. Az autó már nem az a jellemző, hogy egy értéket képviselő, az egy folyamatosan csökkenő értékű eszköz. Minek benne tartani a pénzt? Költsünk annyit rá, amennyit ténylegesen kell, és azt a pénzt sokkal jobban tudjuk hasznosítani a vállalkozásunkban, vagy a saját életünkben. Ezért nem mindegy, hogy mit kapunk, és mi van mögötte. Nálatok milyen autókat találnak meg a palettába? Kérlek, erről beszélj nekünk. Hát a legkisebb autótól a luxus kategóriáig személyautóban, teherautókat, mikrobuszokat, nagy teherautókat, kamionokat, mezőgazdasági gépeket, tehát minden előfordulhat, amit tudunk úgy finanszírozni, hogy az ügyfelünk számára az egy munkaeszköz legyen. És mivel a bérlés most én úgy gondolom, hogy a legkifizetődőbb minden cég számára, ezért mi is ezt javasoljuk, hogy nézzük át egy cégnek a teljes palettáját, nézzük meg, hogy milyen autókra van szüksége, és próbáljuk meg felépíteni úgy, hogy a lehető legoptimálisabb költség és autóflottája legyen. Kedves nézők, mint hallhatták, Tibi elmondta, egyre inkább nagyobb az érdeklődés és a kereslet a tartós bérletek iránt. Az ember már nem szívesen fektet óriási összeget autókba, hanem inkább egy komplett szolgáltatás csomagot választ. És hogy mi tartozik ezekbe a szolgáltatási csomagokba, és hogy mennyi a minimum összeg, amihez ehhez hozzá lehet jutni, azt hamarosan megtudhatjuk. Tibi, akkor azt már elmondtad nekünk, hogy egyre nagyobb az érdeklődés az autóbérlés iránt. Ellenben beszéltünk itt csomagokról, szolgáltatásokról. Erről beszélj nekünk kicsit, hogy mit kap az ember, hogyha éppen nem öli bele a pénzét úgymond egy drága autóba, hanem egy szolgáltatást választ. Ilyen esetben mi komplexen biztosítjuk azt, ami egy autóhoz szükséges. Van benne egy finanszírozás részben, az autónak van egy értékvesztése, van a gépkocsinak biztosítása, kaszkó és kötelező, vannak adóvonzatai, gépjárműadó, cégautóadó, illetve beleépítjük a szervizdíjakat, a kupóalkat, részek cseréjét, a gumiztatást, gumihotelezést, tehát tulajdonképpen minden olyan szolgáltatást, ami a gépkocsival összefüggésben van. Asszisztens szolgáltatást biztosítunk egész Európára érvényesen, tehát hogyha bárkinek bármi problémája van, csak a mi számunkat kell felhívni, szólni kell, mi a probléma, és mi már a specifikusan intézzük ezeket a problémákat. Azért ez nagyon fontos, mert nagyon sokszor az ember nem tudja, hogy milyen irányba mozduljon el, kit hívjon, mit kell csinálni, bizalmatlanok esetleg egy idegen városba, egy idegen helyen, egy idegen szervízzel kapcsolatban. Tehát ezeket mi megpróbáljuk leminimalizálni, mind költségileg, mind időben, hogy az ügyfél tényleg az autójával
tudjon utána minél hamarabb közlekedni. Ez nagyon fontos része az életünknek, és nagyon fontos része az ügyfeleink életének is. Mi ezzel foglalkozunk, mi ebben vagyunk profik. És az, hogy egy autóba mennyi pénzt költünk rá, ez mindig olyan fajlagosan nehéz, mert mondják, hogy drága a bérlés, nem drága a bérlés. Ha veszünk, hogy valakinek van egy 10-15 éves autója, amit kifizetett, benne áll a pénze, és ez az autó átlagosan, és ezt nem én számoltam ki, havi szinten 67 ezer forintot költ rá az autójára. Most ha azt mondom, hogy hasonlóan egy minimális kezdőbefizetéssel egy sokkal újabb, sokkal fiatalabb autót tudna valaki bérelni, akkor lehet, hogy elindítok egy kis gondolatot a fejekbe, hogy biztos, hogy az a legjobb, hogyha én veszek egy autót, és utána szenvedek a fenntartásával? Gondolkozni kell ezzel. Hát ez igen, elég érdekes, amiről most beszéltél nekünk, ugyanis sok embernek, amikor a szolgáltatást itt kibogoztad, biztos megfordult a fejébe, hogy ez elég drága, költséges szolgáltatást jelenthet. Ellenben most, hogy itt kibogoztad, szerintem lehet sokaknak bogarat ültettél a fülébe, és igenis érdekli őket, hogy mi lehet ez a szolgáltatás, mert én úgy gondolom, személy szerint, de ez magánvéleményem, hogy nagyon sokan még nincsenek mai napig tisztában vele, hogy hogyan működik ez a rendszer. Nem tudom, hogy neked mi a meglátásod el. Igen, ugyanez van. Tehát ha az autó árához viszonyítjuk azt, hogy mennyi egy bérlés, akkor biztos, hogy többre jön ki. De ha azt megnézzük, hogy ezt hova költjük el, ezt a pénzt, ami a bérleti díjban amúgy benne van, hogy fizetjük az adóhatóságnak, a biztosítótársaságnak, a szerviznek, a gumisnak, a finanszírozónak, akkor ez már egy komplexebb képet ad. Ez már egy olyan összeg, amit mi lehet, hogy sokfele fizetünk kisebb összegekbe, de egy bérleti díjban egybe benne van. És a bérleti díj az tervezhető, mert például egy tartós bérletnél minden hónapban ugyanannyi a havidíj. Függetlenül attól, hogy éppen vennem kellett 400 ezer forintért gumit rá, vagy volt egy nagy szervíze az autónak, vagy be kell fizetnem esetleg az éves adóját vagy biztosítását. Tehát azért ez nem ugyanaz, amikor egybe látjuk, mint az, amikor külön-külön fizetjük. De ez viszont sokkal tervezhetőbb. Sokkal könnyebb kiszállni egy autóból, azért manapság egy autót megvásárolni vagy értékesíteni mindegyiknél komoly nehézséget okoznak laikusok számára. Mindenki tudna példákat mondani, úgyhogy én egyet sem mondok, pont ebből kifolyólag. De az, hogyha megnézzük, hogy egy ügyfél ezt az egész szolgáltatási csomagot egyben kapja, az már egy másik történet. Igen, hát gondolom sokaknak ezzel felkeltetted az érdeklődését. Most már gondolom a nézőinknek megfordult a fejébe az, hogy de mégis milyen autókat lehet elérni itt nálatok, vagy akár más cégeknél is. Hát hamarosan kapnak egy kis ízelítőt belőle, hogy milyen kategóriákban egészen odáig, hogy milyen autókat választhatunk. Tibi, kérlek, akkor beszélj nekünk kicsit arról, hogy akik ezt a szolgáltatást választanák, milyen kategóriájú autókból tudnak választani nálatok? A kategória az bőséges, tehát a legkisebbtől a luxus kategóriáig tudunk autót biztosítani, személyautóba, teherautó, mikrobusz, pick-upok, nagy teherautók, tehát tulajdonképpen bármi elérhető a flottánkban. Mivel márka függetlenül dolgozunk, ezért aki amilyen márkát szeret, azt választja ki. Mi senki helyett nem fogunk dönteni, mindenki elmondja, mit szeretne, mi csak tanácsolunk esetleg, hogy mit érdemes vásárolni, milyen konstrukcióban érdemes ezt a bérlést választani, és hát tulajdonképpen amikor az embernek van egy konkrét elképzelése, akkor mi azt nem lebeszéljük, vagy nem akarjuk semmilyen más márkára átbeszélni, hanem megvalósítjuk azt az álmát, amit ő szeretne. Általában mi az, amit az emberek választanak? Mi a tapasztalatod? Melyik kategóriájú autókat keresik az ügyfelek? Hát ez attól függ, hogy kinek mire van szüksége. Van, akinek munkához van szüksége, van, akinek mondjuk egy városi kis autóra van szüksége, van, akinek egy nagy teljesítményű, mondjuk egy prémium kategóriás autóra van szüksége, de van olyan, aki mondjuk azt mondja, hogy a kollégáinak szeretne autót biztosítani, ami egyrészt az ő részéről is egy szolgáltatás a dolgozók felé, mi részünkről is egy szolgáltatás az ügyfelünk felé, és így össze tudjuk rakni a teljes portfólióját. Tehát mi nagyon sok cégnek a teljes portfólióját úgy kezeljük, hogy benne vannak a kis autók, városi autók, vezetői autók, a teherautók, a mikrobuszok, bármit, amit szeretne az ügyfél. Úgy látom, kedves nézők, egyébként, ha már itt állunk, hogy bizony a prémium kategóriából sincsen hiány, ugyanis hát itt áll mellettünk két csoda autó, ez a Lexus és ez a Mercedes. Tibi, erről pár szót mondanál nekünk, hogy a flottátok tagjai? Igen, ezek mind a flottánk tagjai, ez a 900 lóerő, amit itt felsorakoztattunk, és hát kicsivel több is, és ezek is azok a prémium kategóriás autók, amiket ügyfeleink választanak, és hát amit tetszik, azt beletesszük, felépítjük, megrendeljük. Nálunk nem okoz gondot az, hogy most egy autót mondjuk akár Magyarországon nem lehet kapni, mert mi azt is tudunk hozni. Tehát van Cadillacünk, van Rolls-Royce-unk, van Ferrari-nk, tehát a flotta az mindig úgy változik, ahogy az ügyfeleink igényei szeretnék, hogy ez változzon.
Mi a tapasztalatod, vagy mi az, amit tudnál mondani? Tehát egy ilyen autónak az értéke az köztudottan nem olcsó, ellenben elérhetőbb, ha valaki megteheti, hogy így tartós bérletbe választjon egy ilyen autót? Sokak ugye cégükben használják ezeket az autókat, és innentől kezdve ez az autó tulajdonképpen egy költség. Ugyanúgy költség, mint hogy bérel egy irodát, bérel egy raktárat, bérel bármilyen telephelyet. Tehát van egy költsége, amit el tud számolni, és az áfáját vissza tudja igényelni. Innentől kezdve már egy picit nagyobb a mozgástér, mert valahogy mindig a céges pénzt az könnyebben szeretjük költeni, mert az nem a teljes egészében a saját zsebünkből megy, és ha már megteheti az ember, hogy választ egy prémium autót, ami neki az álma, hát akkor miért ne tegye be ezt céges vonulatba, és akkor a céges költségbe el tudja számolni, vagy a költségvetésébe. Most már azt tudjuk, hogy hogyan lehet tartósan autót bérelni, vagy akár egy cég számára flottát indítani. De gondolom sokakban felmerül az a kérdés, hogy mi van akkor, ha éppen egy költözéshez egy-két napra teherautóra van szükségünk, vagy egy utazásra egy kényelmesebb nagyobb autóhoz. Ebben fog nekünk segíteni Havasi Viktor, aki a mindennapokban ezen a területen dolgozik. Szia Viktor, köszöntelek! Szia, sziasztok! Viktor, kérlek, akkor beszélj nekünk arról, hogy a mindennapokban, ha ide bejönnék is, egy autót szeretnék bérelni tőletek egy-két napra, mire van szükség? A legfontosabb, hogy nagyon egyszerű az autóbérlés. Az autóbérlés során tulajdonképpen egy telefonnal az autót le lehet foglalni, nyilván felmérjük az igényeket, kinek mire van szüksége, és utána egy pár perces procedúra magának az autónak a kibérlése. Itt természetesen érvényes okmányokra van szüksége annak, aki autót szeretne bérelni, személyigazolványra, lakcímkártyára is, természetesen jogosítványra, és hogyha ezek megvannak, akkor tulajdonképpen egy biztosítási kauciót kérünk még az autó kibérlése mellé, és egy pár perces procedúra után ki tudja bérelni az autót. Mi a tapasztalat? Milyen autók után érdeklődnek általában az emberek egy-két napra? Mert gondolom nem a mindennapos autókat keresik. Igazából nagyon változó. Ugye valakinek például autója szervizbe kerül és szeretné a mindennapi mozgását megoldani. Ilyenkor általában a úgynevezett low budget autók, tehát a kisebb, gyorsan elérhető városban gyors mozgású, de olcsó autók szükségesek. Van egy másik kategória, amikor valaki például esküvőre vagy valamilyen tárgyaláson szeretne megjelenni, és akkor természetesen komolyabb, nagyobb autókat bérelnek. Természetesen a flottánkban ez is rendelkezésre áll, illetve nagyon fontos, hogy teherautókkal is, 3,5 tonnás teherautókkal is foglalkozunk, tehát költözéshez, vagy ugyanúgy, hogyha egy cég megszorul és a saját teherautója tönkre megy, akkor annak a pótlására tudunk teherautót biztosítani, illetve van még egy nagy szegmensünk a mikrobuszok. Mikrobuszok főleg nyáron, illetve a téli időszakban nyaralásra, telelésre, síeléshez nagyon sokan szeretik. Egy társaság elmegy nyaralni, akkor szeretik, hogyha együtt mennek, és ezért egy 9 személyes mikrobusz erre nagyon alkalmas. És hogy látod, manapság megnőtt ezekre a kereslet? Egyre többen fordulnak hozzátok például, vagy más autóbérlés kínáló cégekhez autóért? Az a tapasztalat, hogy folyamatosan növekszik a kereslet, egyre több autót keresnek, nekünk is természetesen ezért egyre több autót kell a flottába állítani. Itt van velem a DVTK Jegesmedvék elnöke, Egri István. Köszöntelek István, köszönöm, hogy elfogadtad a meghívást. Ma egy bizonyos autószolgáltatást mutatunk be, ugye, és köztudott, tudjuk mi is, hogy a ti egyesületetek több éve így használ autókat. Meséljél nekünk kicsit erről, hogy ez miért jó egy egyesületnek, milyen pluszokat nyújt? Igen, hát a klub a város és a régió egyik legnagyobb sportegyesülete a DVTK-n belül is. Évtizedes múltra tekint vissza az egyesület. Sok játékosunk, több mint 300 sportolónk van, nagy számú stábbal, edzőkkel, régiósokat is alkalmazunk a felnőtt csapatnál. Nagyon sokat utazunk ebből adódóan, nemzetközi bajnokságban szerepelünk, utazunk külföldre is, szomszédos országokba. Rengeteget utazunk, mint sokat használjuk az autókat, és ezért is nekünk külön öröm az, hogy Miskolc egyik legnagyobb talán flotta kezelője autókölcsönző cégével évtizedes kapcsolatban vagyunk. Nagyon jó kapcsolatunk, nagyon sokat dolgozunk együtt, és az a támogatás, amit tőlük kapunk, az rendkívül módon megsegíti a mi mindennapjainkat, és nagyon kényelmessé is teszi az életünket, mert nem kell nekünk azzal foglalkozni, hogy
hogy az autókkal a szervizelés és minden más egyéb dolgot, hanem mi készen kapjuk az autót, és nekünk csak annyi dolgunk van lényegében, hogy használjuk az autókat. Tehát ez egy rendkívül hasznos dolog az egyesület számára. Ez hány autót jelent nálatok az egyesületnél úgy nagyjából? Mekkora a flottátok, amit évente béreltek, és mi az, amit említettél már például, hogy nagyon megkönnyíti az életeteket? Valami személyes tapasztalatod van ezzel kapcsolatban? 10-12 autót használunk éves szinten, attól függően éppen, hogy mennyi légiósunk van, vagy éppen kinek a szerződésében szerepel kötelezően, hogy autóval kell ellátnunk. Úgyhogy elég nagy számú autót használunk emiatt, részben a játékosok, részben a stábtagok számára, és nekünk azért az nagyon nagy dolog, hogyha például egy autó véletlenül, ne egy Isten, egy autó valami probléma, baleset vagy bármi közben jön, akkor azonnal kapjuk helyette a másikat, és nem áll meg az életemért, és tudunk tovább dolgozni, vagy a külön az igényeink szerint olyan autót tud biztosítani egy cég, például, hogyha amerikai légiósunk van, köztudottan ott nagyon kevesen használnak mechanikus váltós autókat, akkor a cég rögtön ugrik és segít nekünk abban, hogy automata váltós autót kapjunk, például az amerikai edzőink, azok mind ilyet kértek, vagy az amerikai játékosaink. Tehát rendkívüli segítség az nekünk, hogy minden ilyen ezzel kapcsolatos igényünket a cég ezt ki tudja elégíteni azonnal. István, nagyon szépen köszönöm, hogy elfáradtál segíteni nekem bemutatni a cég oldaláról ezt a szolgáltatást. De kedves nézők, hamarosan hozok nektek még valakit a DVTK Jeges Medvéktől. Tartsatok velem! De ha már a DVTK Jeges Medvéknél tartottunk, kedves nézőink, akkor elengedhetetlen, hogy az egyik gigász is megszólaljon az ügyel kapcsolatban. Itt van velem az egyik legnagyobb ász, Galanisz Nika Andrasz. Köszöntelek, Nika! Sziasztok! Kérlek, beszélj nekünk saját tapasztalataidról. István már felvezette nekünk, hogy ti régóta flottában dolgoztok egy céggel. Milyen autó az, amit te használsz? Mesélj kérlek egy kicsit erről. Igen, sziasztok! Én egy Skoda Rapidot használok, ugye, már vagy 2 éve. Teljesen meg vagyok felelődve, ugye minden szolgáltatás kielégít. Ugye a legjobb dolog benne, hogy abszolút nem kell semmivel foglalkoznom, mindent egy telefonhívásra, gondolok itt a szervizre, elintéznek, úgyhogy ennél jobb nem is kellene, semmivel nem kell foglalkozni, ugye csak. Mint már említetted, több éve ezt a szolgáltatást használjátok az egyesülettel, esetleg, hogyha úgy adódna magánszemélyként is most már igénybe venni ezt a szolgáltatást, ahogy így megszoktad ezeket a pluszokat, amit ez nyújt? Így van, ugye mindenképp, mert ugye ez tényleg nagyon egy kényelmes dolog ez itt számunkra, ugye, úgyhogy ezt mindenképp csak ajánlani tudom még. Ugye tudomásom van arról, hogy egy gyönyörű családod van. Mit gondolsz, ők is kielvezik ezt? Tehát most gondolok itt arra, hogy bármilyen probléma adódik, mint mondtad, ha elindultak egy hosszabb útra esetleg, vagy bármi történik az autóval, akkor ez nekik is egy biztonságot nyújt, hogy azonnal pútolva van esetleg az autó? Így, pontosan ahogy mondod, ugye, ha csak mondjuk azt veszük példának, hogy amit többször is költöztünk például már, úgyhogy egy telefonra rá 2 nap múlva tudtunk nagy kocsikat is ugye a költözéshez kérni, ez sem volt probléma, egyből tudtak segíteni. Ugye, hogyha esetleg külföldre akarunk menni, azzal sincsen probléma, azt is ugye bármikor tudnak olyan kocsit, amit tudunk vinni külföldre is, úgyhogy tényleg abszolút semmivel nem kell foglalkozni, csak igazából vezetni kell. Sokat utaztok egyébként? Hát ugye egy szezon közben annyira nem, de ugye amikor jönnek ezek jön a nyári szezon, majd a nyári off-szezon, amikor nincsenek úgy meccseink, ugye akkor szeretünk mi is azért utazgatni, és olyan kényelmes kocsikat kapunk tényleg, hogy ezt az egész család tudja élvezni. Ha már autózásról beszélünk, beszélj nekünk kicsit, a nézőket biztos érdekli. Milyen sofőrnek tartod magad? Sokat vezetsz? Sokat vezetek, igen. Ugye, ha csak azt nézzük, hogy gyerekeket iskolába, délután edzésekre járunk velük. Úgyhogy hát milyen sofőrnek tartom magam? Változó egyébként, mert amikor a családdal vagyok, akkor egyértelműen természetesen ugye visszaveszek kicsit a tempóból, de ugyanakkor szeretek kicsit néha mondjuk úgy odalépni neki, úgyhogy változó.
Akkor kicsit nevezünk más üzekre, mert ugye itt elég sok sportrajongó is van közöttünk. Hamarosan indul a szezon. Mit vártok az idei szezontól? Így van, ugye végre eljött az idő. Eddig edzettünk nagyon sokat, ugye felkészülési meccseket játszottunk, úgyhogy pénteken végre rajtol a szezon is, úgyhogy nagyon izgatottan várjuk már, és ugye azt tudja mindenki, hogy teljesen új csapat van, új a közeg. Most már úgy gondolom, hogy összeszoktunk, úgyhogy nagyon izgatottan várja már mindenki. Nika, nagyon szépen köszönöm, hogy elfáradtál és a saját tapasztalataidat megosztottad velünk. Én sok sikert kívánok a következő szezonhoz. Kedves nézőim, önök pedig tartsanak velem, ugyanis most egy-egy autót meg fogunk önöknek mutatni, hogy aki ezt a szolgáltatást választja, az milyen autók közül is választhat. Egy kicsit vizsgáljuk meg, hogy mégis milyen kategóriákról beszélünk. Ez egy közismert miskolci személyiség lesz segítségemre, és hogy ki ő, nézzék csak! A táncparkett királynője Tombácz Anikó. Versenytáncos, versenytánctréner és táncpedagógus. Partnerével Sütő Rolanddal a Miskolc Revitál Táncsport Egyesület és a The Dance Floor Tánciskola vezetői. Anikóik aktív versenyzői pályafutásuk alatt 5-ször lettek profi latin magyar bajnokok, 3-szor táncoltak világbajnoki és 2-szer Európa bajnoki középdöntőben. Európa kupa 4. helyezettek, valamint a German Open profi latin Rising Star első helyezettjei. 2020-ban Miskolc városától az év sportolója megtisztelő kitüntetést kapták. Anikónak ugyan 20 éve van jogsia, ennek ellenére nem olyan régóta vezet. Elmondása szerint sportos, lendületes életvitele a vezetésében is megmutatkozik. Rajongása a járművek iránt nem új keletű, ezért jött ma hozzám segíteni, hogy most is autók közelében lehessen. Köszöntsék szeretettel a táncparkett ördögét, Tombácz Anikót. Szia Anikó! Szia Peti! Köszönöm szépen, hogy elfogadtad a meghívásomat. Mesélj kicsit nekem, úgy hallottam, hogy elég érdekes sztorid van a jogosítványoddal kapcsolatban, ugyanis, ha jól tudom, 20 éve megvan, de nem olyan régóta vezetsz. Így van. Pontosan emiatt megmondom őszintén, hogy először egy picit kétkedve is fogadtam a felkérést, és nem voltam benne biztos, hogy el tudom-e vállalni, de tehát körülbelül 5 percig gondolkodtam, és utána úgy döntöttem, hogy igen, nagyon szívesen elvállalom. Visszatérve erre a jogosítványos kérdésedre, igen, igaz, 20 éve megvan a jogosítványom, viszont megmondom őszintén, hogy elég negatív tapasztalataim voltak vezetéssel kapcsolatban, a vezetés tanulással kapcsolatban. Nem törtem autót, és semmi komoly dologra nem kell gondolni, viszont a parkolás, a centizgetés szempontjából, abból a szempontból, hogy hogyan érzem az autót, nem éreztem magam elég biztosnak, és emiatt hát elég sokáig elhúzódott ez a vezetünk dolog és a vezetés dolog. Kicsit mesélj nekünk, milyen sofőr vagy te? Azt mondják, hogy elég sportosan vezetek, és hogy elég sok mindent bevállalok. Megint csak azt mondom, hogy itt most nem életveszélyes helyzetekre kell gondolni, de úgy gondolom, hogy így a sportolói múltból adódóan a reakcióidő azért az mondjuk úgy gyorsabb, mint egy átlagembernél, és ez szerintem a vezetésben is megnyilvánul. Hogy témánál maradjunk, említetted, hogy a bérlés is sokszor előkerült a repertoárban nálatok az utazások miatt. Ilyenkor milyen autókat választottatok? Mi volt az, ami miatt bérelni kellett autót? Az ok, amiért bérelni kellett, az nagyon sokszor az volt, hogy azok a külföldi tanárok, akik foglalkoztak velünk, ők sokszor nem olyan városban tartózkodtak, ahova közvetlen repülőjárat volt. Most értem ezt akár úgy, hogyha magánórára utaztunk hozzájuk, vagy valamilyen edzőtáborba. És ilyenkor ugye sokkal mondjuk úgy, hát akár gazdaságosabbnak is tartottuk az autóbérlés, másrésztről az idő szempontjából nagyon fontos volt, hogy mobilisak legyünk és legyen egy autó, a fogalmazhatok így a fenekünk alatt. Az, hogy milyen típusú autót béreltünk, a funkcionális szerepet részesítettük előnyben, elférjünk benne 4-en, általában 2 pár utaztunk együtt, és elvigyen oda, ahova kell, elférjenek a csomagok, nagyjából ez volt a prioritás. Hát most itt vagyunk éppen egy ilyen cégnél, és éppen azt a szolgáltatást mutatjuk be, hogy hogyan lehet bérelni akár 1-2 napra, vagy tartósan autót,
és hát a kategóriákat szeretnénk megvizsgálni, hogy igazából az emberek tisztában legyenek vele, hogy elég széles a paletta. Úgyhogy ebbe kérném a segítségedet, és az első autónk látható is itt mögöttem, ami egy elektromos Hyundai lesz. Nem tudom, mi a véleményed az elektromos autókról? Mi az, amit eddig hallottál róla, mert ugyanis manapság egyre népszerűbbek, és egyre inkább az emberek már ezt a bizonyos zöldrendszámos autót, ahogy ők hívják, ezt keresik. Igen, igen, a környezetkímélés szempontjából abszolút előnyösebbnek tartom, megmondom őszintén, az elektromos autókat. Nem sok tapasztalatom van elektromos autók terén, igazából csak azokból az információkból tudok táplálkozni, amit ugye hallottam, de erről a márkáról speciál azt hallottam, hogy ez az egyik legnépszerűbb az elektromos autópiacon. Jól tudod, ugyanis árérték arányban ma a piacon az egyik legelérhetőbb a Hyundai-nak az elektromos változata, akár 400 kilométert is tud teljesíteni egy töltéssel, és bizony érdemes utána járni, aki elgondolkozik tartós bérletben, mert egészen elérhető áron hozzá lehet jutni egy ilyen autóhoz. És mint említette Anikó is, sokszor szempont egy családnál, hogy akár négyen kényelmesen elférjenek. Pont ezt akartam mondani, igen, hogy ahogy látom, abszolút kényelmesen el tudnak ez benne az férni. Ez az autó egy nagyobb autó, és tényleg elférnek benne, úgy gondolom. Na de ha már a kategóriáknál járjunk, jöjjön az egyik legnépszerűbb, mind cégek számára, mind akár nagy családok számára, ami elérhető áron hozzájutható, a Skoda Octavia például. Ennél a cégnél hozzá lehet jutni egészen elérhető áron, azon kívül nem tudom, Anikó, mi a véleményed erről az autóról? Ahogy így nézem, most így elsőként kívülről azt látom, hogy elég nagy az utastér, úgyhogy ez is megfelelő lehet nagyobb családok vagy nagyobb baráti társaságok számára. Úgy látom, hogy a csomagtér is egészen nagy, most így, ahogy kívülről szemlélem. Igazából nem annyira ismerem ezt a márkát, viszont így az első blikre ezek azok a dolgok, amik így megfogtak, úgyhogy ez is egy kedvező választás lehet. Nem tudom, árérték arányban. Árérték arányban nagyon kedvező az autó, mind vásárlás, mind bérlés esetén. Azon kívül tudni kell róla, hogy nagyon kedvező a fogyasztása, és a cégek számára az egyik legnépszerűbb, amit flottában szoktak bérelni. Anikó, úgy látom, testhez álló autót találtál magadnak. Így van, sportembernek sportos autó. Abszolút, ez a Lexus bizony elég tüzes és temperamentumos, ahogy ti is táncoltok a táncparketten. De komolyra fordítva a szót, a flottában bizony ilyen autók is megtalálhatóak, és az árukhoz képest mondhatni, elérhető áron hozzájutott az ember egy ilyen autóhoz. Mi tetszett meg benne neked? Hát megmondom őszintén, ahogy ugye említettem is, ez a sportos vonalvezetés, a színvilág, így külsőre, és hát gondolom, hogy azért a teljesítménye sem utolsó. Bizony ennek az autónak a teljesítménye igencsak kimagasló, lóerőkkel bőven el van látva. Már-már mondhatni, az államautót testesíti meg. És kedves nézőink, ennek a konstrukciónak köszönhetően viszonylag elérhető áron hozzá is jutott az ember, mintha a teljes áron megvásárolná ezt. Anikó, nagyon szépen köszönöm, hogy eljöttél és segítettél nekem bemutatni a különböző kategóriákat. Legközelebb ígérem, vezetünk is, majd nem tudom, van-e kedved hozzá. Természetesen igen, és nagyon szépen köszönöm a felkérést. Én is köszönöm még egyszer, kedves nézőink, azonban önöket most sem hagyom nyereményjáték nélkül. Nézzük csak, miért játszunk majd. És nyertes pedig egy 5 alkalmas külső-belső autóápolást vehet igénybe a Zenit Autórend Kft. Jóvoltából. Ehhez nincs más dolgunk, mint megírni az általunk feltett kérdésre a helyes választ, lájkolni posztunkat és követni minket Instagram oldalunkon. Tartsanak legközelebb is velem, suhanjunk együtt, viszontlátásra! Műsorunkat támogatta Zenit Autórend Kft. Zenit Autórend, ahol a minőség vezet. BMH Nonprofit Kft. Remix Beton Kft. Stabil alapot szállítunk.
Bagaméri, Üléshúzat Kft. A műsort támogatta a BMH Nonprofit Kft. Borsodaba-Újzemplén megye hulladékgazdálkodási közszolgáltatója. Maradjon velünk körforgásban!